Sziasztok! Belegondoltatok már abba, hogy az emberek hányszor használják egy nap azt a szót, hogy minőség? Jó minőség, rossz minőség, kiváló minőség, vagy prémium minőség, ezek naponta elhangzanak ezek a szavak. De vajon mindenki tisztában van azzal, hogy mit jelent? Vajon azok, akik terméket gyártanak, vagy szolgáltatást nyújtanak, tehát akik előállítják a minőséget, ők vajon tisztában vannak vele? Nem biztos, úgyhogy tegyük tisztába a dolgot. A minőség mindenkinek mást jelent, azt is mondhatjuk, hogy a minőség relatív. De kezdjük az elején. Valamikor régen, amikor még cégrendszerek működtek, akkor a minőség egyet jelentett a tökéletességgel. Minden egyes termék egyedi volt, tehát minden pontosan úgy készült, ahogy azt a kedves megrendelő szerette volna. Az ipari forradalommal aztán minden megváltozott. A gépek lehetővé tették azt, hogy rövid idő alatt nagy mennyiséget tudjunk előállítani. Feltéve, hogy forma darabokat akartak gyártani. A baj csak az, hogy közben az egyének egyedi igényei megmaradtak, ha eltekintünk attól az esettől, amikor valaki másoknak akar megfelelni. Tehát a cégek nem egyénekben, hanem vevőcsoportokban kezdtek el gondolkodni. És mivel a fókusz már nem az egyén volt, így egy kicsit át kellett értelmezni a minőséget. A minőség ezek alapján azoknak a tulajdonságoknak az összességét jelentette, amelyek meghatározott vagy ki nem fejezett igényeket elégítettek ki. Hát ez egy picit elég furcsán hangzik. És itt jön a képbe Noriaki Kanó, aki megalkotta a modern minőség kategóriákat. Kanó egy termék vagy szolgáltatás jellemzőit három kategóriába sorolta. Majd ezt a három kategóriát két dimenzió mentén, a teljesítés foka, valamint az elégedettségi szint mentén ábrázolta. A vízszintes tengely mentén megjelenik a teljesítés foka, vagyis hogy a gyártó vagy szolgáltató mennyit ad abból a minőségből. Ez lehet mennyiségi, vagyis hogy mekkora választékot tudok előállítani, vagy lehet valamilyen nem mennyiségi jellemző, például egy felületnek a simasága. Ha érdes, akkor keveset adtam, ha nagyon sima, akkor sokat adtam belőle. A függőleges tengely mentén jelenik meg az elégedettség, illetve az alsó részen az elégedetlenség. Tehát akkor nézzük a három kategóriát. Az első az alapjellemzők csoportja. Ide tartozik minden olyan, amit a vevő nem biztos, hogy el fog mondani. Vagy lehet, hogy csak simán magától értetődik a vevő számára. Ide tartozik minden, amit a vevő legtöbbször nem fog elmondani, hogy kell neki. De ha nem kapja meg, akkor bizony elégedetlenséget fog kiváltani belőle. Ilyen dolgok tartoznak ide, mint például egy étteremben az étel ne legyen mérgező, adjanak evőeszközt az étel mellé. Egy létra esetén alapvető elvárás az, hogyha fölmegyek a létrára, akkor ne szakadjon le a létra foka. Vagy például, hogyha gluténmentes élelmiszert kínálok, az legyen elkülönítve vagy külön becsomagolva a többi élelmiszertől. Ha nem kapja meg ezeket a jellemzőket a vevő, akkor elégedetlen lesz. De mármilyen magas szinten is adjuk ezeket, soha nem lesz elégedett. A legnagyobb, amit el tudunk érni nála, az a közömbösség. A következő a teljesítmény jellemzők csoportja. Ezek azok, amiből ha sokat kap a vevő, akkor elégedett lesz. Tehát nő az elégedettsége, minél többet adunk belőle. Viszont, ha keveset adunk, akkor bizony elégedetlenséget fogunk nála elérni. Ilyen például egy cukrászdában a választéknek a mennyisége, vagy az adagok mérete, a számítógépnél a memória mérete, a háttértár mérete, vagy a processzornak az órajele. És a harmadik kategória az a lelkesítő jellemzők. Ez a legérdekesebb kategória, ide tartozik minden, amire a vevő nem számít. Mivel nem számít rá, nem is lehet elégedetlen, ha nem kapja meg. Viszont ha adunk belőle, akkor nőni fog az elégedettsége. Ilyen lehet például, hogy egy ideje a kávézókban a kávé mellé adnak egy pohár vizet. Erre még egy picit vissza fogunk térni. Ha egy hölgy új autót vesz, akkor a kereskedés vezetője átvételkor ad neki egy csokor virágot. Ezek a jellemzők olyan dolgokat tartalmaznak, amelyek egyszerűek, lelkes lesz tőle a vevő, de, és ez talán a legfontosabb, soha nem kérünk érte külön pénzt. Soha nem szabad azt érezni a vevőnek, hogy ő ezt a pluszt kifizeti.
Azt kell éreznie, hogy a gyártó vagy szolgáltató képes lemondani a haszonnak egy minimális részéről azért, hogy a vevője lelkesebb, elégedettebb legyen. Nézzünk egy komplex példát. Alapvető elvárás egy gépkocsival szemben, hogy legyen felületkezelve, legyen rajta festés. Tehát ha nincs rajta festés, natur fémszínűen adnák, hát akkor bizony elégedetlenek lennénk, hiszen már megszoktuk, hogy minden autónak van valamilyen felületkezelése. Egy teljesítmény jellemző lehet az, hogy hányféle színből választhatok, amikor megvásárolom az új autót. Vagy hány rétegű a felületkezelés. De lelkes akkor lesz a vevő, ha kap még mellé pluszban sok-sok év átrosdásodás elleni garanciát. És akkor itt meg kell említenünk egy kényes dolgot. Ha a vevő megszokja a lelkesítő jellemzőt, illetve mások is elkezdik ugyanezt adni, akkor ez egy idő után át fog menni teljesítmény jellemzőbe. Tehát ez azt is fogja jelenteni, hogy már nem csak elégedettséget tudunk kiváltani, ha adjuk, hanem elégedetlenséget is akkor, hogyha nem adjuk. Tehát ha azt látjuk, hogy a piacon már mindenki ad ilyen extrát, de mi nem, akkor az a mi vevőnkben elégedetlenséget válthat ki. De ugyanez igaz a teljesítmény jellemzőkre is. Ha a vevő a piac megszokja a mennyiséget, akkor átmegy alapjellemzőbe, tehát már nem fogok tudni vele elégedettséget kiváltani. Ilyen a korábban már említett pohár víz. Ma már, ha nem adják, akkor bizonyos célcsoportnál elégedetlenséget vált ki. Amikor tehát egy gyártó vagy szolgáltató minőséget akar előállítani, akkor ügyelnie kell arra, hogy egy olyan minőségkosarat állítson össze, ami az adott vevőszegmens elvárásainak megfelel, és a maximális elégedettség elérésére törekszik. Ha esetleg van olyan teljesítményi jellemzők, amiből nem tudunk egy elég magas szintet teljesíteni, ebben az esetben egy picit kompenzálható, ha egy kicsit több lelkesítő jellemzőt adunk neki. Remélem tetszett a videóm, ha tetszik, akkor nyomj egy lájkot, írd le kommentben a véleményedet, és oszd meg másokkal is, hát ha nekik is tetszeni fog. Köszönöm a figyelmedet!